Magyarországon az elmúlt években folyamatosan nőtt a lakossági életszínvonala. Ennek a legfontosabb motorja az úgynevezett belső fogyasztás, vagyis az a tény, hogy a magyarok hónapról hónapra több pénzt tudnak elkölteni olyan kiadásokra, amik a komfortérzetüket növelik. Pedig nem minden ország volt e tekintetben olyan szerencsés, mint Magyarország. Az elmúlt évek olykor sokkoló makrogazdasági eseményei, mint az amerikai kamatemelések vagy a nyersolaj árában bekövetkezett változások sok kormányt hoztak nehéz helyzetbe. A piacon kialakult egyfajta mozgás, a befektetők a pénzeiket elkezdték mozgatni, a kockázatosabbnak ítélt országokból kivinni és átvinni oda, ahol biztonságosabbnak ítélik, és hát ennek a folyamatnak a kárvallottjai a fejlődő piaci országok, a felzárkózó országok kisebb-nagyobb mértékben. Így vélekedett a szekszárdi vállalkozói szalon estjén Flesinger Gyula, a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagja. A szakértő szerint ezek a folyamatok, ha kisebb mértékben is, de a hazai viszonyokra is rányomták a bélyegüket. A tőke innen is elkezdett kiáramlani, a nemzetközi befektetők pedig bizonytalanabbá váltak. Ám a hazai gazdasági környezet még mindig jó hívószónak számít. A Magyar Nemzeti Bank szakértője szerint mindezekkel együtt a magyar gazdaság még mindig a legkiszámíthatóbbak közé tartozik Európában. Egy kicsit emelkedtek a hozamok, egy kicsit gyengült a forint. Mindezzel együtt azonban én úgy gondolom, hogy nagyjából a nehezén túl vagyunk, és tudunk tovább működni rendesen. John Fitzgerald Kennedynek tulajdonítanak egy olyan mondást, hogy a dagály az minden hajót megemel, ha ezt egy kicsit kifordítom, akkor azt mondja, az apály minden hajót lesüllyeszt, és egy ilyen turbulencia, egy ilyen piaci turbulencia általában befektetőket egy kis a dolgok átgondolására kényszeríti, és az azt jelenti, hogy akkor ahol azt mondják, hogy fejlődő piaci ország, akkor onnan kisebb-nagyobb mértékben eltávoznak. Most vannak persze különbségek, tehát vannak olyan országok, amik látványosan nagyon sérülékenyek, Törökország, Argentina, Brazília, és vannak olyan országok, amik fejlődő piacnak számítanak, és ilyen formán ugye az apály az sűjeszti őket is, csak kisebb mértékben, és szerencsére Magyarország ezek közé tartozik. Bár globális folyamatokról van szó, a jelenség a kis- és középvállalkozókat is érzékenyen érinti. Belföldön is, ezért a szakértő fokozott óvatosságra int. Átmenetileg a kamatok meglódulhatnak egy kicsit, az árfolyamok, ugye az importálókat főleg érinthetik adott esetben kedvezőtlenül, de még egyszer mondom, hogy ahogy látjuk mi, olyan nagyon nagy katasztrófa itt nem történt, olyan nagyon jelentős kihívással nem néznek szembe. Érdekes lehet az is, hogy az elmúlt hetekben jócskán elszaladtak a magyarországi valuta árak is. Lehet számunkra érdekes az árfolyam mozgása akkor, hogyha itt hirtelen nagyon nagy volatilitások jelentkeznének, mert az már hátrányos a gazdaságnak, tehát akkor el kellene gondolkoznunk azon, hogy mit csináljunk, de ez a helyzet, ez nincs tulajdonképpen. Ha megnézzük a forint mozgását az elmúlt 3-4-5-6 évben, volt némi változás, de egy viszonylag szűk sávon belül és egy tolerálható sávon belül. Érdekes kitérő, hogy Flesinger Gyula a 2 éve megalakult közgazdasági társaság elnöke is egyben. A szervezet testülete Tolna megyében ugyanabban az évben állt fel, mint amikor az országos grémiumot felállították. Hát elégedettek vagyunk, és az egész közgazdasági társaság működésével elégedettek vagyunk. Hát társaság szinten 5000-nél több tagunk van, évente 100-nál is több rendezvényünk. Most nemrégiben volt a vándorgyűlésünk, ahol tulajdonképpen a korábbi évekhez képest jelentősen nagyobb számú kormányzati képviselő és magas szintű kormányzati képviselő is megjelent, ami számomra, vagy számunkra a közgazdasági társaság tagjai számára azt jelentheti, hogy a kormányzatnak van üzenete a közgazdásztársadalom felé, illetve nyitott a közgazdásztársadalomból érkező vélemények meghallgatására. Most ami még a Tolna megyei szervezetet illeti, az látszik, hogy egy frissen alakult szervezet, növekvő létszámmal, amit nagyon szeretek mondani, egy példás tagdíjfizetési fegyelemmel, ami azért nem kis szó egy ilyen szervezetben, és hát nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy egy nagyon hatékony és egy nagyon erős szervezete lesz a társaságunknak.
Összegezve, a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagja tehát úgy véli, Magyarország még mindig a legkiszámíthatóbb gazdasági környezetek közé tartozik Európában, ettől függetlenül nem árt résen lenniük a kisvállalkozóknak sem.